Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, jöjjön, egy kis Warframe jöjjön, hogyan farmoljunk fókuszpontokat, ha már itt várunk a végtelenségig a Warvidi megjelenésére, amit amúgy bejelentettek, hogy még egy hónapig csúsztatni fognak, de lehet, hogy többet, akkor már mit csináljunk, hogy a Warframe-ben, ha netán unatkozom, akkor formai fókuszpontokat és Mivel, hogy nincs már drakó, és nincs, nincs, olyan hely, ahol azzal a mennyiségű fókuszponttal ki tudunk jönni, így aztán mégis létezik egy-egy módszer, amivel ezt el lehet érni tökéletesen, hogy sok fókuszpontot farmol egy viszonylagos rövid idő alatt. És ez pedig éme itt van az egyik módszer. Én ezt egy exterminéten szoktam megejteni, fogok egy ivarát, fogok egy hangtompított fegyvert, vagy egy íjat, és stealth killeket csinálok. Egy kör alkalmával akár 15.000 fókuszpontot is ki tudunk farmolni. A lényeg az, hogy Uh, ugye elaltatom az ellenfelet, kilövöm az ellenfelet, vagy úgy lövöm ki, hogy ne vegyék észre, a lényeg az, hogy egy hangtompított fegyverrel uh, csináljuk mindezt és. A körvégére tényleg hatalmas mennyiségű fókuszpontot is ki tudunk venni. Ügyelünk rá, hogy az útba eső ilyen fókuszpont bónuszokat ugye felvegyük, ezeket a sárga izéket. Ügyelünk arra, hogy ne ezeket a csapda áramcsapdákat, amik ott vannak a földön, kikerüljük, illetve kilőjük, és akkor teljes mértékben, csendben, mint egy igazi kis ninja, le tudjuk gyilkolni az ellenfeleket. Erre a feladatra tökéletesen megfelel egy Loki, tökéletesen megfelel egy Equinox is éjszakai formában, ugye el tudod altatni az ellenfeleket, és Ugye már is mondtam három, négy olyan karaktert, amivel már négy különböző iskolát is lehet akár húzni, és úgy állítod össze a fegyverkollekciót, tehát fontos, hogyha igazán maximál, maximalizálni akarod a fókuszpont bevételedet, akkor a fegyverbe, a warframe-be, a kardba, a másolók is fegyverbe, mindenbe ugyanaz a fókusz, um, lencse legyen, szentinelt ne vigyél magaddal, vagy ha viszel magaddal, akkor ne olyat vigyél, aminek, amiben van a fegyver, és akkor nem buktat le, kubró macskát, anyám kínját ne vigyél magaddal semmiképp, mert ők teljes mértékben lebuktatnak, és hogyha képes vagy fölmenni a 500%-os affinity bónuszig, akkor elképesztő mennyiségű fókuszpontot tudsz majd kifarmolni. Ugyanezt el lehet játszani egy Spy Missionön is, nem beszélve arról, hogy a Spy Mission remek fegyver xp hely, egy 3-4 kör alatt furra ki tudsz xp egy fegyvert. Most sem, nem nagyon van a Warframe ahol lehet xp -zni. jó lehet fókusz fókuszpontokat farmolni, de viszont egy Spy mind a kettőt lehetővé tudja tenni ebből a szempontból, úgyhogy aki xp akar mondjuk fegyvereket gyorsan, akkor nem biztos, hogy Eris Akkád a legmegfelelőbb hely. 20 év, 25 vévet ben kell maradni ahhoz, hogy ki xp egy fegyvert, még egy spájon, a bónusz XP-kel, ha lebukás nélkül megcsinálod azt a bizonyos... Um Ö, pályát továbbá bemaradsz, egy-két két leszedsz, három-négy kör alatt ki tudsz xp egy fegyvert, ez időben mégiscsak rövidebb, mint hogy egy eri Akkádon 25 plusz körig bemaradsz. Na, szóval, hova szoktam járni, farmolni ezeket a fókusz xp -ket? Én többnyire a Szednára szoktam menni, ott megkeresed az első magas szintű exterminétet, és ott lenyomod. Ez a könnyebbik változat a Sedna. A Grineer az mindig egy könnyebbi változat, és nagyon jól adja a fókuszpontokat. Nyugodtan lehet menni corpus is, aki azt szereti, Istenem. Szóval nyugodtan lehet hozzájuk is menni. A, én úgy gondolom, hogy a korpus egy kicsit nehezebb, nagyon jól jutalmaz az is, ső, talán egy kicsit jobban, mint a Grineer, viszont a nullifájerek az, azért problémát jelenthetnek, én ezért megyek a könnyebbik úton, és végigcsinálom. Ha nagy lencse van a warframe akkor ugyanúgy, mint régen drakon egy négy, 5 kör elég arra, hogy megcsináld a napi limitet, hogyha kis lencse van a warframe rá, akkor 8-10 kör között fogsz menni, attól függ, hogy mennyire vagy ügyes, de mégiscsak uh, legalább ki tud fullozni azt a bizonyos tenó képességeket, mert el kell ismerni, hogy nagyon jó passzív képességek ezek. Az aktív képességek nem olyan nagy számok a tenó iskolánál, de a passzív képességek nagyon jók, és azokra érdemes rágyúrni. És akkor íme itt van egy módszer, hogy a mai Warframe-ben, ahol egy kicsit ugye megnehezítették a farmolás lényegét, és sokkal ilyen uh, no man's sky, mászkálunk a mindenbe, és farmolunk folyamatosan játékát tették, egy kicsit elvéve a, a Helkeszles élvezetet belőle, effektíven így lehet farmolni fókuszpontokat. Nos, fiúk, lányok, én köszönöm a figyelmet, remélem tudtam segíteni egy-két dologban. Ti hova jártok fókuszpontokat farmolni? Mi a ti trükkötök az XP-zése? Mi a ti trükkötök a fókuszpont Várom a kommenteket a következő videói. Sziasztok!